útfelújítás, együttműködés az önkormányzat és a Magyar Közút között. Új mentőautó, egy korszerű új járművet kapott Nyíregyháza. Napsugárfiúk, a pénteki bemutató után még 5 előadás lesz a szabadtérén. Híradó a Nyíregyházi Televízióban. Jó estét kívánok! 3 újabb helyszínen dolgozik majd együtt az önkormányzat és a Magyar Közút Nyíregyházán. Az elmúlt időszakban a társaság felújított 3 bekötő utat Antal-Bokor, Róka-Bokor és Zombori-Bokornál. Az 1,7 milliárd forintos Tiszavasvári úti felüljáró korszerűsítése is a Magyar Közút és Nyíregyháza közös nagy projektje. Az önkormányzat kiváló stratégiai partnere a Magyar Közút, hosszú távú és szerte ágazó a közös munka. A nyíregyházi utak egy jelentős része állami út, amit a társaság kezel. Legutóbb a Róka-Bokori, Antal-Bokori és Zombori-Bokori bekötő utakat, illetve Bugyka területén újított fel egy 1,5 kilométeres szakaszt a közút, összesen több mint 170 millió forintból. Az útfejlesztések nem csak a belvárosra koncentrálnak, a külterület is nagy hangsúlyt kap, közölte dr. Kovács Ferenc polgármester a szerda délutáni sajtótájékoztatón. Nagy projektben is partner a Magyar Közút, az egyik ilyen a Tiszavasvári úti felüljáró, amit 1,7 milliárd forintból korszerűsítenek. A rekonstrukció jó pár hete elkezdődött, és várhatóan jövő évben el is készül. 3 konzorciális megállapodás aláírása van folyamatban, ez 3 csomópontot jelent, tehát ugye az aszfaltozások, útfelújítások mellett a csomópontfejlesztés is olyan kérdés, amiben együtt működünk. Az egyik az a stadion, a Vasvári Pár utca, Hímes utcai körforgalom, amit szeretnénk most már nagyon gyorsan kiírni a közbeszerzést. A másik pedig 2 szintén fontos csomópont, a Tiszavasvári Derkovics utca, illetve a belső körút, nagy körút csomópontja. Hát reméljük, hogy ezt most már rövid idő alatt, nem rajtunk múlik, alá tudjuk írni, és a közbeszerzéseket tudjuk indítani, annak érdekében, hogy ezek a városunk szempontjából nagyon fontos csomópont fejlesztések is elindulhassanak minél előbb. A Magyar Közút 2021-ben 3 nagy projektben újítja fel az utakat megyeszerte, a terület és településfejlesztési operatív, a Magyar Falu és a Kiemelt Társadalmi Igények programban. Ezekre a felújításokra és fejlesztésekre összesen 19,8 milliárd forintot fordít a társaság. Ebből Nyíregyháza vonzás körzetét érinti topos forrásból a Nyírtura, Nyiradony összekötő út, mintegy 10 kilométeres szakasza, ami ilyen hosszon kerül felújításra. Magyar Falu program keretében újulhatott meg a Nyíregyháza-Kótai összekötő út, és a Kiemelt Társadalmi Igények program keretében kezdődhetett meg idén tavasszal a Tiszavasvári úti felüljárónak a felújítása. Itt el kell, hogy mondjam, hogy a lakosság, a város és nem utolsó sorban polgármester úr kérését figyelembe véve a Magyar Közút úgy terveztette meg a felüljáró felújítását, hogy a munkálatok befejezését követően a felüljárón biztosított lesz mindkét oldalon a gyalogosok és a kerékpárosok átvezetése is. A Magyar Falu program keretén belül a Magyar Közút saját kivitelezésében további 21 kilométer hosszban 15 ezer tonna aszfalt bedolgozását tervezi. Erre a mellékút hálózat felújításra 770 millió forintot fordítanak. A 2,1 kilométer hosszú Róka-Bokori út korszerűsítése is ebből a forrásból valósult meg Nyíregyházán. A társaság éves üzemeltetési és fenntartási keretének terhére tud további 19 kilométeren nagyfelületi útburkolatjavítási munkákat végezni. Ebből a forrásból tudták az Antal-Bokori és a Zombori-Bokori bekötő utakat több centiméter kopó réteggel ellátni. Új mentőautót kapott a nyíregyházi mentőállomás. A kormány prioritásként kezeli az országos mentőszolgálat fejlesztését, az elmúlt 10 évben több mint 1000 új autót adtak át, a flotta átlag életkora pedig 5 év alá csökkent. A koronavírus járvány elmúlt egy éve hatalmas feladatot rótt a mentőszolgálatra, miközben országos szinten 1,2 millió mentési feladatuk is volt. Ezt a teljesen korszerű, modern és jól felszerelt új autót kapta a nyíregyházi mentőállomás.
A mentőautóra nagy szükség van, ahogy dr. Kovács Ferenc polgármester fogalmazott, jó helyre került Nyíregyházán. Megragadnám az alkalmat, hogy Nyíregyház és a nyíregyháziak nevében megköszönjem azt a áldozat készséget is igénylő munkát, amit a betegekért, bajba jutottakért, sérültekért végeznek a mentősök, mert igazából mindannyiunkért végzik, mert mindannyian juthatunk ilyen helyzetben. És a világjárvány azt hiszem felértékelte a munkájukat is, de a köszönetet és az elismerést is az egész egészségügyi ágazat dolgozóinak. Az országos mentőszolgálat fejlesztését a kormány prioritásként kezeli, ennek számos eleme van, ilyen például a mentőautó beszerzése vagy a mentőállomás felújítások, de a mentéstechnikai eszközök beszerzései is folyamatosak. Több mint 200 darab mentőautó cseréjére és azok mentéstechnikai eszközökkel történő felszerelésére közel 10 milliárd forintot fordítottak. A beszerzésből egy gépjármű a nyíregyházi mentőállomásra is került. Az elmúlt időben 2010 óta bizony jelentősen nőtt a mentőautók száma. A mentőautók átlag életkorát is, hogyha nézzük, ugye lecsökkent 8,3-ról 4,8-ra, és ez folyamatosan csökkent, bár főigazgató úr ez biztosan meg tudja erősíteni. 2010 óta több mint 1000 mentőautót tudtunk átadni a mentő szolgálatnak, és ténylegesen azt is lehet mondani, hogy a mentőállomások is jelentősen fejlődtek, és nagyon sokat tudtunk építeni. Ebben az évben új munkaruhákat kapnak a mentőszolgálat dolgozói, illetve elindul egy bérfejlesztési program is. Erről Csató Gábor, az országos mentőszolgálat főigazgatója beszélt Nyíregyházán. Ünnepi beszédében megköszönte a mentőszolgálat dolgozóinak azt az erőnfelüli munkát, amit a járvány idején végeztek. A bajtársaim az elmúlt évben 1,2 millió feladatot láttak el országosan, ez volt a mentési feladatunk, és mindemellett elláttak még 1,2 millió mintavételt, koordináltak, mintákat vettek, és emellett látták rá azt az 500 ezer határellenőrzést és több mint 200 ezer bajba jutott embert, aki koronavírus fertőzött vagy gyanús volt és kórházba juttatták. Ez egy óriási teljesítmény és óriási munka, és ezek az eszközök semmit nem érnének az ő tudásuk és elhivatottságuk nélkül. A főigazgató arra kérte azokat, akik még nincsenek beoltva, hogy regisztráljanak valamelyik vakcinára, mert a mentőszolgálat munkáját azzal lehet segíteni, ha mindenki vigyáz magára és a környezetére. Ismét várja az érdeklődőket a nyári sóstói piac délután 16 órától napnyugtáig új helyszínen, a Blaha Lujza sétányon kialakított piac téren. Az immár 6. éve megrendezett sóstói piac idén is hetente 5 napon át, szerdától vasárnapig várja az érdeklődőket, a helyi termelők, ipar és népművészek által kínált portékák széles kínálatával. A vásársorozaton 3 tematikus értékesítési kör váltja egymást alkalomról alkalomra. A búzatéri piac árusai, az Aranykapu Népművészeti Egyesület iparművész és népművész tagjai, valamint a nyíregyházi foglalkoztatási paktum kateszterének tagjai színesítik a sóstói délutánok hangulatát. A sóstói piac kísérő rendezvényeként 2021. június 16-ától pedig újraélvezhetjük a zene Sóston fellépőinek előadásait új helyszínen, ugyanis a sóstói központban folyó építkezések érintik a régi helyszínt, a Szökőkút környékét is. Éppen ezért helyeztük át a helyszínt egy kicsit visszafelé, a fürdőház felé, lényegében a Klódi szálló környékére, hogy ott ez a nagy sikerű rendezvény azért mégis meg legyen tartva. Ugye szerdától vasárnapig minden nap van sóstói piac, és remélem azt, hogy az ide látogatókat, érdeklődőket és majd az idejövő turistákat nem zavarja nagyon a munkaterületben folyó munka, és inkább a sóstói piacra és az ott megjelenő portékákra fognak majd fókuszálni, és ugyanolyan nagy sikere lesz ennek a rendezvénynek, ennek a piacnak, mint amilyen az tavaly vagy tavaly előtt is volt. 46 év színészet után búcsúzik a színpadtól Puskás Tivadar. Jutalomjátéka a Napsugár fiúk, melyben partnerek kedves színésztársa Horváth László Attila. A Neil Simon vígjáték nyíregyházi bemutatójának különlegessége, hogy családias lesz, hiszen szerepel a darabban fia Puskás Péter és az ő párja Dallos Bogi. A pénteki bemutató után még 5 előadás lesz a szabadtéri színpadon.
Színházbarátok számára is káosznak tűnhet, amely egy próba előtt és körül látható a színpadon, a kelléktárban, raktárban és a főkönyv mögött. Pedig koncentrált munka folyik rendezői instrukcióval. És rendezői instrukció nélkül. De én onnantól kezdve végigöljön az egészet. Mi az, amit még nem kérdeztem, és még nem mondott el a napsugárfiúkról, a búcsúról, a barátságról, a színészlét rejtelmeiről a két színész, Vili és Alfred, Puskás Tivadar és Horváth László Attila. A tavaly Mikulás estére tervezett bemutató próbái néhány alkalom után megszűntek. Most tavasszal a járványhelyzet enyhülése után kezdtek újra próbálni két szereposztással, és állnak ismét színpadra a szabadtérin csütörtökön, majd még öt estén át. A kőszínházi folytatás egyelőre talány. Én Willy Clark vagyok, az a színész, akit a barátja ott hagyott egyszer, csak 11 évvel ezelőtt, így aztán ez a páros játék megszűnt. És Willy Clarknak megszűnt tulajdonképpen a színházi élete is. Ezzel nyugdíjba ment, viszont nagyon vágyik arra, hogy végre dolgozhasson, lehessen valahol szereplője egy darabnak, egy reklámnak, egy filmnek. Ez nem jön. Ez minden színész sorsa egyébként. Egy idő után ezek a helyzetek elfogynak. Én vagyok a fekete bárány, Alfred Louis, aki annak idején ott hagyta a deszkán, mert besokalt az életével, a színházzal, stb. És most van egy lehetőségünk, hogy újra játszunk, de hát ami a háttérben mozog. Tehát én is tudom, hogy sáros vagyok, és hogy egyszer csak elégtételt fog venni, mert nem egy könnyű ember. És hát akkor ebbe csöppen bele majd a néző, hogy mi lesz itt. Mesélt a két színész az együtt töltött esztendőkről, emlékeztek a közös előadásokra. A furcsa pár, az őrült nők ketrece, vagy a miniszter félrelép, és a többi. Belül ám kicsit sírok, mert kifogástalan partneri kapcsolatban voltunk Lackóval, mondja a búcsúzó, mindig is adtunk egymást véleményére, bátran mondtunk és kértünk egymástól bármit. Okos tanulság ebből az előadásból, ez egy szép, szép előadás. Egy párosnak, de főképpen Willynek, amikor egy színész 40-50 évet lehúz a pályán, és egyszer csak vége lesz. Mert már nem megy úgy, mert megváltoztak az idők, vagy stb. De belül az ember azért hiába néz a tükörbe, és látja a ráncait, meg a fehér haját, de belül a lelke fiatal. Neked is csak a tested öregedett? Látszik? Igen. Hát nem, én abba hagyom. Tehát nekem ez egy döntés. Nem nagyon szokták ilyen korban abba hagyni még, de én olyan sokat voltam távol a családomtól, hogy borzasztó hiányérzetem van. És meg kell, hogy mondjam, hogy nehézségeket okozott már a színpad, a tanulás, az idő, amit elveszek a családomtól. És ezt hát nem bepótolni akarom, de legalább élvezni annak a gyümölcsét, hogy végre szabad vagyok, független vagyok, és csak a feleségemnek, a kutyámnak, meg a gyerekeknek élhetek. 26 színész év után érkezett Nyíregyházára Pusi, aki hamar a közönség kedvence lett. A darabban egy kis meglepetést kap vagy ad, annyira titok, hogy pontosan a szerkesztő sem fogalmazhat, részletek majd a szabadtérén. Kihirdették a Gondolkodj virágosan pályázat nyertes intézményeit. Mindjárt jönnek a részletek, de előtte nézzük a nap további híreit. Szalakorlátnak ütközött egy személygép kocsi szerdán a 4-es főúton. A Szabolcsi megye székhelyhivatásos tűzoltói áramtalanították a járművet, majd átadták a helyszínt a rendőrségnek és a közútkezelő munkatársainak. A helyszínről egy személyt kórházba szállítottak. Megkezdődött az útfelújítás a Tölgyes utcán, Sóstó gyógyfürdőtől a Csongor utcáig. Előbb a patkán dolgoznak a szakemberek, ezután kezdik a kátyuk helyreállítását. A jövő hét elején is forgalomkorlátozásra kell számítani. Parabola tükröt helyeztek el a beláthatóság érdekében a Pannónia és a Szeggély utca kereszteződésében Nyírszülősön. Baleset történt a Debreceni úton, összeütközött egy kis busz és egy személyautó. A helyszínen rendőrök intézkedtek, jelentős az anyagi kár. A nyíregyházi Móri Zsigmond általános iskola kertvárosi tagintézményét, a Tündérkert keleti óvoda Margaréta tagintézményét és a Székhely intézményt is díjazta a Városüzemeltetési Társaság. A Nyír VB Gondolkodj virágosan pályázatot hirdetett az iskolák és óvodák számára, a résztvevők virágágyásokat készítettek.
Első alkalommal hirdetett akciót a nyíregyházi óvodák és iskolák számára a NyírVV. A Gondolkodj virágosan pályázatban minden intézmény a saját udvarán készített virágágyásokat. Ezeket értékelte a Városüzemeltetési Társaság zsűrije, illetve a közönség is. Az akcióra összesen 10 intézmény jelentkezett, 6 óvoda és 4 iskola. Az iskolák közül a nyíregyházi Móricz Zsigmond általános iskola kertvárosi tagintézménye lett az első, az óvodák közül pedig megosztott első helyen végzett a Tündérkert keleti óvoda Margarita tagintézménye és a Tündérkert keleti óvoda Székhely intézménye. Az ünnepélyes díjátadás csütörtök délelőtt a Tündérkert keleti óvoda Margarita tanintézményében szervezték meg. A lényege ennek a pályázatnak az, hogy a gyerekeket egy tudatos nevelésben részesítsük, tudatos környezet kialakítása, hogy legyenek igényesek a környezetükre, valamint a másik az, hogy még szebbé és még élhetőbbé tegyük az intézmény területét, ezzel együtt a város területét is. Nem titkolt szándék az, hogy a gyerekeken keresztül próbáltuk megközelíteni a pedagógusokat is, valamint a szülőket, hogy legyenek a gyerekek segítségére ebben a munkában, mindazt olyan céllal, hogy egy környezeti nevelést próbáltunk meghonosítani a kis buksi fejekben, hogy későbbiek folyamán így nőjenek fel. Szerintem egy felejthetetlen élmény számukra ez a virágák kialakítás. A nyertes óvodai csoportok és egy iskolai osztály Európa egyik legnagyobb állatállománnyal rendelkező állatparkjába, a nyíregyházi állatkertben nyert látogatási lehetőséget. Két csoport belépőjét az állatpark, egy csoportét pedig a NyírVV finanszírozza. Birtokba vehették a sportolók az új atlétikai centrumot. A létesítmény műszakilag elkészült, már rendeztek egy tesztversenyt is. Az új sportközpont egy 7 milliárd forintos fejlesztés eredménye. Pár hete megtartották az első rendezvényt az atlétikai centrumban, az új modern létesítményben egy testépítő versenyt tartottak, és számos audiovizuális technikai berendezést teszteltek. A különböző termekben olyan kamerarendszerek találhatók, melynek köszönhetően a mozgások azonnal elemezhetők. Minden rendben működött, és műszakilag elkészült az épület, megkapta a használatba vételi engedélyt is. Nem csak atlétikai versenyek rendezésére alkalmas, kialakításának köszönhetően több teremmel is rendelkezik, így számos sportág otthona lehet. Nagyon sok rendezvény típusra alkalmas, hiszen rengeteg olyan kiszolgáló helység, kiszolgáló terem van, amely más sportágok számára is lehet úgymond táptalaj. Gondoljunk csak például arra, hogy van egy tollaslabda terem, ami nem csak tollaslabdára, hanem kisebb korosztályos röplabda mérkőzésekre is alkalmas lehet méreténél fogva, de ide kell még hoznom a vívótermet, vagy esetleg a cselegáns termet is. Az atléták már birtokba vették a létesítményt, ők az atlétikai centrumban tréningezhetnek, modern körülmények között dolgozhatnak, két hét múlva pedig a tervek szerint egy atlétikai versenyt is rendeznek majd a szabadtéri területen. Itt az egykori futballpálya helyén egy dobópálya került kialakításra, körülötte pedig rekordtán futópályákat építettek, és modern lelátóval és világítással is rendelkezik ez a rész. Bent még az eszközök beszerzése zajlik, rövidesen a vívók is költözhetnek, és Tarjányi István már itt készülhet majd fel a paralimpiára. Az atlétikai centrum egy 7 milliárd forintos fejlesztés eredményeként épült meg. Híradónk végén nézzük főbb híreinket még egyszer, röviden. Három újabb helyszínen dolgozik majd együtt az önkormányzat és a Magyar Közút Nyíregyházán. Az elmúlt időszakban a társaság felújított három bekötő utat Antal-Bokor, Róka-Bokor és Dombori-Bokornál. Az 1,7 milliárd forintos Tisza-Vasvári úti felüljáró korszerűsítése is a Magyar Közút és Nyíregyházak közös nagy projektje. Új mentőautót kapott a nyíregyházi mentőállomás. A kormány prioritásként kezeli az országos mentőszolgálat fejlesztését, az elmúlt 10 évben több mint 1000 új autót adtak át, a flotta átlag életkora pedig 5 év alá csökkent. A koronavírus járvány elmúlt egy éve hatalmas feladatot rótt a mentőszolgálatra, miközben országos szinten 1,2 millió mentési feladatuk is volt. 46 év színészet után búcsúzik a színpadtól Puskás Tivadar. Jutalomjátéka a Napsugár fiúk, melyben partnerek kedves színésztársa Horváth László Attila. A Neil Simon vígjáték nyíregyházi bemutatójának különlegessége, hogy családias lesz,
hiszen szerepel a darabban fia Puskás Péter és az ő párja Dallos Bogi. A pénteki bemutató után még 5 előadás lesz a szabadtéri színpadon. A Nyíregyházi Televízió híradóját látták. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, további kellemes estét kívánok, viszontlátásra!